A bronzéremért nagy harcot vívó 5. helyezett Hajdú Sámson ellen egy kezezést követően már a 2. percben 11-eshez jutottak a mieink. A büntető pontra letett labdát a télen igazolt középhátvéd Cidor Krisztián higgadtan helyezte a jobbra vetődő Szalánci mellett a bal sarokba. A bekapott gólra egy kapufával válaszoltak a sámsoniak a 10. percben. Ezután jobbára mezőnyjáték folyt a pályán, a következő gólveszélyt majd csak a 42. percben egy vendégszabadrugás jelentette, ám Katona bravúrra védett. A félidő utolsó perce is hozott egy sámsoni gólhelyzetet, de a labda elkerülte a miénk kapuját. Fordulás után az 55. percben jött az egyenlítés. Egy ártalmatlannak tűnő beadásnál Varga és Kelemen egymás zavart a felugrás közben, s a lecsorgó labdát a hálóba vágta a vendégek hetese, 1-1. A 62. percben újfent a télen igazolt Kelemen volt a főszereplő, ezért a lerántásért rögtön piros lapot mutatott fel neki a játékvezető. Megfogyatkozott csapatunk ettől kezdve már csak védekezett, így még Szaláncinak is majdnem volt egy gólpassza, Katona ezúttal is nagyot védett. A 80. percben egy átlövéssel próbálkoztak a vendégek, a kellemetlenül megpattanó labdát Katona csak másodjára tudta fogni. Az utolsó 10 percből a végén 16 lett, mivel a bíró érthetetlenül 6 percet hosszabbított, ám sikerült kibekkelni a ráadást is, így maradt az 1-1. Ezzel a döntetlennel azonban nincsen sokkal beljebb a társaság, mivel még mindig 9 pont a hátrány a bennmaradás jelentő 14. helyezettől.